számunkra az volt a cél, és az a cél máig is, hogy az itt lévő vállalkozások sikeresek legyenek, és minél több olyan cég jön ide hozzánk, akik aztán munkahelyeket hoznak létre. A polgármester szerint a város tett egy újabb fontos lépést annak érdekében, hogy erősödjön az ide, az ipari parkba települő cégek kiszolgálása. Borkai Zsolt szerint Győr még messze nem telt be, ezért folyamatosan várják az érdeklődő vállalkozásokat. Annak idején felmértük azt, hogy melyek azok a lépések, melyek milyen lépések szükségesek ahhoz, hogy Győr gazdasága még erősebb, még aktívabb lehessen, és úgy láttuk, hogy a megvásárolt ipari park tulajdonrész után, mikor már 100%-os tulajdon lett az önkormányzat, további fejlesztéseket szeretnénk végrehajtani az ipari park mellett. Most ez a vasútépítés, a hozzá csatlakozó infrastruktúrális fejlesztés azt szolgál, hogy az itt lévő cégek, vagy a letelepülni vágyó cégek még jobb környezetben, még komolyabb eredményekkel tudják majd zárni a következő éveket. Úgy már könnyebb azért visszafele, mert lejtő megyünk. Nem azért, mert én többet húzok. Az ünnepélyes szalagátvágás után Borkai Zsolt az ipari park ügyvezető igazgatójával közösen próbálta ki a meghosszabbított iparvágányt, mégpedig egy kézihajtású járgánnyal. A rövid tesztelés után Görög Tibor híradónknak azt mondta, a parkban működő cégek igényét elégítették ki a vágány meghosszabbításával. Ennek komoly haszna van, hiszen havonta 120 szerelvény szállít ezen az iparvágányon, nagyon komoly árumennyiséget szállítanak, két cégnek van rákötési lehetősége, tehát kitérőt építettünk be, az egyik céghez pedig már be is megy, úgyhogy az ipari park cégei, amelyek bekötési lehetőséggel rendelkeznek, gondolkodnak azon, hogy mikor valósítják meg a belső beruházásokat, és nagy mennyiségben árut tudnak majd szállítani ezen. Az 1,9 km hosszú vágány hosszabbítás több mint 800 millió forintba került, ennek 65%-át az Európai Unió fizette, a beruházás közel 300 milliós önrészét pedig Győr városa biztosította. A vágányavató résztvevők újságírói kérdésre válaszolva azt mondták, mivel egyre nagyobb igény van a vasúti áruszállításra a parkban, elképzelhető, hogy hamarosan ismét megtoldják majd az ipari park iparvágányát.